Én, tehát nem státuszos kollega, doktori tanácsnak is a tagja vagyok. A fiam meg, ha minden igaz, most éppen a Szentkirályban őrt áll, úgyhogy azért többszörösen érintett meg lélekben végig veletek. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt megszólalhatok. Egy kicsit zavarban is vagyok, mert hát kollégákat látok. Én valóban, hogy diákokra számítottam elsősorban, tehát nem tudom, hogy nektek, önöknek mennyiben tudok újat mondani, de minden esetre nagyon örülnék, hogyha akár közbeszólnátok, vagy kiegészítenétek mindezt. Én filmtörténész, filmesztéta vagyok, tehát nyilván filmmel szerettem volna foglalkozni, meg elsősorban a magyar filmtörténet a kutatási területem, és hát gondolom, hogy nem igényel különösebb magyarázatot, hogy miért azt a témát választottam, hogy 1968 és a magyar film, mert hát, hogy mindaz, ami itt most történik, azért van valami a dologban, ami megidézi 68-nak a hangulatát, nem konkrét céljaiban, de a dolog jellegében, és egy csomó olyan eleme van akár a mostani eseményeknek, amely számomra legalábbis 68-ból még azt is visszahozza, amennyiben azok a mozgalmak kaptak szinte egy, majdhogy nem egy művészi karaktert a performatív művészeteknek valamilyen módon a közreműködése, illetve hát szinte néha ott születtek meg olyan dolgok, amelyek megtermékenyítették a műalkotásokat. Hogy egy konkrét példát mondjak, ugye ez a piros-fehér szalag, ahogy egyfajta jelképévé vált ennek a sztrájknak, ez is valamilyen módon ilyesmi, ahogy azonosítani tudjuk az emellett elkötelezetteket, ahogy bicikliken, hátizsákokon a város különböző pontjai láthatóvá válik mindez. Tehát emiatt gondoltam arra, hogy 68-ról beszélnék, illetve inkább 68 és a magyar film kapcsolatáról. Magáról 68-ról, hát főleg ebben a körben végképp ugye nem kell szót ejtenem, hogy mi volt ennek a csillagévnek is nevezett évszámnak a sajátossága. A magyar film szempontjából azért egy dolgot szeretnék kiemelni, ami még érdekesebbé teszi ezt a 68-as évet Magyarországon, illetve Közép-Kelet-Európában. Ez is nagyon nyilvánvaló, de mégis ezt azért hadd emeljem ki, hogy ugye egyfelől 68 a diákmozgalmaknak az ideje, Amerikától Nyugat-Európán át, de még akár Távol-Keletig, vagy Dél-Amerikáig is, az egész földgolyón szinte végig hullámzó mozgalom, de hogy Kelet-Európában is van 68, és azért ez egy picit más, és értelemszerűen a magyar filmet a 68-nak ez a kelet-európai mozzanatai érinti elsősorban, illetve hát a magyar belpolitikát, ez pedig a prágai tavasz, ami azért ugye más gyökerű, nem diákmozgalom, hanem lényegében egy az adott politikai párt részéről elindított reformfolyamat, illetve annak aztán egy katonai intervencióval történő leállítása, megtorlása és ellehetetlenítése, és azért ez a kelet-európai 68-ban talán számunkra legalábbis fontosabb vagy meghatározóbb esemény. A magyar film és a 68 kapcsolatát talán az a kettős dinamika jellemzi, és ezzel próbálom a filmekre átterelni a szót, hogy a magyar értelmiségi gondolkodásban, és ugye akkor a magyar filmművészet, a filmrendezők nagyon erőteljesen azonosultak ezzel a kritikai értelmiségi magatartással. 68 körül kétfajta eszmének a megfogalmazása vált fontossá vagy érdekessé. Az egyik egyfajta reform gondolat, amely talán közvetlenebbül kapcsolódott a valóban létező politikai folyamatokhoz, tehát hogyan lehet azt a reform gondolatot filmben megjeleníteni, amely a 60-as évek kádári konszolidációjában valóban némi reményt is adott arra, hogy élhetőbbé válik a szocializmus. Ennek volt egy nagyon erős pozitív példája a prágai kísérlet, az emberalszú szocializmus megteremtésére, és hát ehhez úgy tűnt, hogy valamennyire kapcsolódik a magyar politika is.
éppen 68. január 1-én indul el az új gazdasági mechanizmus, ami ennek valami fajta reményt ad, hogyha forradalmi változások nem is lehetnek, azért megreformálható a szocializmus, akár a gazdaságpolitika révén, de hát ennek van kihatása a kultúrára is. Készülnek tehát olyan filmek, amelyek ezt a reform szellemiséget jelenítik meg. De ugyanakkor 68 körül, ez már inkább a nyugat-európai 68, a diáklázadások 68-a, megjelenik a magyar filmben egy forradalmi gondolat is, tehát nem a reform, hanem a forradalomnak a gondolata, amely nyilván radikálisabb, és amely hát aztán éppen ennek a gondolatnak a radikalitását jelző módon sokkal szűkebb körül lesz, illetve nehezebben tud áttörni a magyar filmben. De van itt egy olyan munka, vagy egy olyan rendező, aki ennek a 68-as forradalmiságnak a megjelenítésében, én úgy gondolom, hogy stilisztikailag, formanyelvileg is valami nagyon, nagyon érdekeset, nagyon izgalmasat kitalált, és mivel ennek a filmnek éppen a radikalitása miatt az lett a sorsa, hogy betiltották, ugye itt a Magyar Dezsőnek az Agitátorok című filmjére utalok, ezért ennek a hatása filmtörténetileg nem ment át. Nyilván tudtak erről a filmről, egy szűkebb szakmai kör láthatta, de igazán, ugye ezt a filmet csak 86-ban mutatják be hivatalosan, nem lesz hatása, úgyhogy én azt gondolom, és itt olyan állítást szeretnék megtenni, hogy a 68-as szellemiséghez kapcsolódóan egy formatörténeti újítás, ha tetszik, korszakváltás is bekövetkezhetett volna, és akkor itt jön ez a furcsa megfogalmazás, hogy valami tehát, ami van, de ugyanakkor nem vált láthatóvá, és így módon a hatását sem tudta kifejteni. Úgyhogy én elsősorban ennek a miben létéről szeretnék beszélni, az Agitátorok című film példáján, hogy miben is áll ez a formai, stilisztikai értelemben vett újítás. De mielőtt erre rátérnék, hát van itt PPP is, de ez olyan nagyon didaktikus, tehát ezt megint csak nem kevésbé akarnám megosztani, de ha gondoljátok, akkor megteszem, de inkább mondom, hogy egy picit képbe kerüljünk, hogy milyen filmekre gondolok. Tehát először is ez a bizonyos reformszellem, milyen filmekben jelenik meg, tehát itt valóban az új gazdasági mechanizmus, hát szinte tematizáló filmekről van szó. Csak kettőt mondok, ezek nagyon jellegzetesek és közismertek. Az egyik az egy 68-as film, tehát valóban még akkor készül, amikor elindul ez a mechanizmus reform, és ez Kovács Andrásnak a Falak című munkája. Kovács Andrásról tudjuk, hogy egy nagyon a társadalmi téma iránt elkötelezett alkotóról van szó. Már a 60-as években ugye Nehéz emberek című dokumentumfilm, tehát ő nagyon komolyan gondolta azt, hogy miképpen lehetne a létező szocializmus rossz működési mechanizmusát korrigálni, és ezekhez ő ilyen publicisztikus hevülettel szólt hozzá. És a Falak című film is egy ilyen publicisztikus hevületű film. Nagyon szép példája úgymond annak, amikor egy film, egy fikciós film, egy színészekkel előadott, megírt történet ennyire egyértelműen, ha tetszik, akár azt is mondhatnám, hogy egyoldalúan a szereplőinek a sorsát csak a társadalmi cselekedet szintjén mutatja be. Tehát itt a főszereplőknek vannak családtagjaik, vannak magánéleti kapcsolatuk, de szinte minden egyes momentum a filmnek arról szól, hogy az a konfliktus, hogy egy reformista gondolkodású és egy kicsit, hogy mondjam, árnyaltabban vagy óvatosabban gondolkodó, de szintén a reform mellett elkötelezett két férfi, a Latinovics és a Gábor Miklós alakította karakterek, hogy ezek hogyan tudnak viszonyulni ehhez az új helyzethez, milyen morális döntések elé kerülnek, mit vállalnak ebből. Tehát egy nagyon erősen publicisztikus hevületű film, a címe az gyakorlatilag jelképpé vált, azóta is talán használjuk, vagy felmerülhet a használata. Hol vannak azok a bizonyos falak, ameddig el lehet menni, ameddig a társadalmi reformok
úgymond engedélyezettek, és hol van az, ahol beleütközünk ebbe a falba, és annak azon nem lehet áttörni. Ugye ezt a film egyébként egy nagyon szemléletes, ilyen különös játékos jelenetben mutatja be ennek a falak allegóriának a miben létét. Tehát van egy ilyen nagyon erősen reformista szellemiségű film 68-ban. És akkor még egy a reform szellemét megjelenítő filmre hadd utaljak, ami már egy picit azért a 68 utáni helyzetre is reflektál, nevezetesen arra, hogy az új gazdasági mechanizmus ezt lassan visszavonják, szabotálják, és ugye 73-74-re leáll. Lényegében ez ilyen lassan, ez a folyamat. Ez pedig Bacsó Péternek a Kitörés című filmje, amelynek a főhőse egy fiatal ember, akiben tele van tetvágyban, ugye korabeli kritika egy ilyen Julien Sorel figurát látott ebben a karakterben. Nagyon becsvágyó, nagyon változtatni akaró, ilyen kicsit ilyen self-made módjára gondolkodó fiatalember, akinek van egy mentora, és ez talán az új gazdasági mechanizmushoz a legközvetlenebbül kapcsolódó mozzanata a filmnek, hogy felkarolja egy közgazdász, aki a reform közgazdaságtan elveit hirdeti. A filmben az egy érdekes dolog, hogy ezt egy korabeli valódi reform közgazdász alakítja, Liszka Tibor, aki civilként, tehát amatőr szereplőként közreműködik ebben a filmben. Egyébként a falakban is feltűnik ugyanő, ott van egy jelenet, ahol értelmiségi társaság vitatkozik a korabeli magyar belpolitikai helyzeten, ez egy házi buli keretében történik, de ott is egyértelműen erről folyik a szó. Nem tudom, a dohányzóasztalon hangsúlyosan ott van például a Valóság című főiratnak egy száma, tehát hogy ez a kör jelenik meg, és ott is feltűnik ez a elég érdekes, különös karakter, egy ilyen gyorsbeszédű figura, akinek fontos szerepe volt akkor az új gazdasági mechanizmus kibontakozásában, vagy kialakításában, könyveket publikált erről. Tehát a Kitörés című film az, amelyik még ezt a reform gondolatot, ezt a reform szellemiséget megjeleníti ebben az időszakban. Ha már ezt szóba hoztam, hogy azért a Kitörés az ugye egy 70-es film, tehát már talán az is érzékelhető benne, hogy bizony nem biztos, hogy működnek ezek a reformok, és lehet ebben hinni. Tehát nagyon sokat mondó, hogy a 68-hoz kapcsolódó magyar filmeknek voltak éppen a többsége, tehát itt van a több film, igazán arra volt érzékeny, hogy az ellehetetlenülése, a kiábrándulás, tehát a 68 utáni helyzet, voltak éppen a prágai tavasz traumája, és azután, ami beáll ugye hosszú két évtizedre, lényegében a rendszerváltozásig, tehát a pangása a kelet-európai államoknak, vagy a Kádár korszaknak, hogy erre még több film reflektál a 70-es évek elejétől, majd hogy nem egészen a rendszerváltozásig. Itt is mondom azokat a filmeket, amiket én ezzel hozok összefüggésbe, többé-kevésbé időrendben, de egy ilyen poszt-68-as film szerintem a Sípoló macskakő, ahol ugye a cím is felidézi a 68-as diákmozgalmakat, és hát az egész történet arról szól, hogy itt nálunk a diákságnak bármifajta autonómia törekvése vagy önállósága, az hogyan törik meg a paternalista elnyomó hatalom korlátain. Ilyen film a Petőfi 73, Kardos Ferenc filmje, amely 48-as, 49-es forradalmi szabadságharc eszméit idézi meg, de abszolút 68 szellemében egy nagyon érdekes vállalkozás, tehát tulajdonképpen egy ilyen happening-szerű ugye megjelenítése 48-nak, de maga a happening, mint forma, az inkább a 68-at idézi, és a filmben bele van szőve az is, hogy a 1848-as eseményeket felidéző gimnáziumi diákköri előadás résztvevői, maguk a korabeli fiatalok mit gondolnak a forradalmiságról, tehát ők a jelenben reflektálnak erre. Aztán van egy film, Lányi Andrásnak a 10 év múlva című filmje, ami 78-as, tehát a cím is kifejezetten arra utal, hogy 68 utáni 10 évben mi történt velünk, mi történt egy nemzedékkel, egy értelmiségi nemzedékkel.
és ez egészen elmegy az évtized, mármint a 80-as évtized végéig. Ott is van két olyan film is, amely valahogy köthető 68-hoz, talán ezek kevéssé ismert filmek, lehet, hogy nem is annyira sikerült filmek. Az egyik az a Szomjas Györgynek a Mr. Universe című filmje, amely egy Egyesült Államokban játszódó road movie, két ilyen 68-as karakter, ugye a keleti partról a nyugati partra elutazik, hogy egy legendás magyart megtaláljon, és valahogy ezt az elveszett mítoszt felelevenítse, és persze hiába való ez a vállalkozás, tehát ott is a legendának a kipukkadásáról, vagy a szertefoszlásáról van szó. És hát ide köthető a Gotthard Péternek a Melodráma című filmje, amely elsőként magát a 68-as prágai bevonulást is behozza a történetbe, ugye onnan indul a film, hogy katonák részt vesznek ezen az akción, és mikor visszafele jönnek, akkor ugye az egyikőjük eltéríti a tankot, és Budapest helyett Bécs felé veszi az irányt, és emiatt aztán persze lecsukják, és pont a rendszerváltáskor, tehát 20 év múlva szabadul, és onnan indul a filmnek a története, de ebben is eléggé benne van, hát az, hogy 68 után mi történt velünk, lényegében elveszett a két évtized, mondja nagyon keserűen ez a film, és ez valóban egy ilyen eléggé keserű, kiábrándult film a Gotthard részéről. Sok benne a düh, az indulat e tekintetben. Visszatérve 68-hoz, már a 68 körüli évekhez, és azokhoz a filmekhez, amelyek ezt forradalmi szempontból, vagy a forradalmiság kérdéseként taglalják. Itt természetesen az agitátorok lesz a legfontosabb, de mielőtt arra rátérnék, még két filmre hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyik az egy eléggé elfeledett film, és tulajdonképpen nem ebben a filmtörténeti, úgymond körbe mozog, vagy ebbe tartozik, de mégis itt szeretném megemlíteni, nem tudom, hogy melyik kötök látta. Ez Gulyás Gyulának, tehát a Gulyás Gyula, Gulyás János testvérpárnak egy korai amatőr filmje, ami nem dokumentumfilm, ugye ők aztán a dokumentumfilmjeikkel lettek ismertek, hanem ez egy amatőr filmjük, és az a címe, hogy Tanítványok. És ez egy gimnáziumi lázadás történetét meséli el, nagyon, nagyon radikális módon, tehát egészen megdöbbentően drámai végkifejlettel a lázadót, a hatalom gyakorlatilag likvidálja. És ez igaz, hogy történetileg, tehát az események inkább 56 utáni lázadás történetként mutatják be mindezt, de és a film az ugye éveken keresztül készült, aztán 67 környékén lett kész, de számomra legalábbis nagyon sok mindent tulajdonképpen szinte profétikusan megsejt, tehát mintha érezne a kor hangulatában olyasmit, ami már a 68-as diák mozgalmakhoz köti. Tehát a filmnek, ahogy a diákok mozognak, ahogy beszélnek, ahogy az egész filmet dramatizálja és színre viszi az alkotó, abban nekem nagyon ott van már 68 szelleme is, miközben még egyszer mondom, hogy tárgyszerűen a film inkább az 56 utáni megtorlásokkal, illetve azzal a helyzettel van konkrét történeti kapcsolatban. De a szellemiségében én észrevenni vélem a 68-asságot. Ez a film természetesen nem került nagy nyilvánosság elé, sőt, hát eltüntették, pedig egy amatőr filmszemlén díjat is kapott, de ennek nincs igazán, tehát nincs jelen a magyar film történetében. Valamikor a 2000-es években felújította az alkotó, és akkor bemutatták, tehát ott kapott egy kis ismertséget, bevallom, én is akkor találkoztam vele. A másik film, ami viszont jóval ismertebb, és hát nagyon izgalmas, és abszolút ide kötődik, az Jancsó Miklósnak a Fényes Szele című filmje, amely ugye a jancsói parabolák nyelvén fogalmaz, tehát konkrétan a Nékosz mozgalomról szól, de hát éppen a jancsói fogalmazásmód az persze a konkrét történeten túl egy elvontabb jelentést is megfogalmaz, ez pedig megint csak a forradalomnak a miben léte, meddig mehet el, a forradalmi gondolat radikalitása az mennyire
vállalható, a terror úgymond bevethető-e egy forradalmi, jónak gondolt forradalmi gondolat érdekében, hol van ennek a határa. Tehát ilyen kérdéseket taglal a film. És hát azt talán ismert, mondjuk ez egy anekdotikus elem, de 68-hoz kötődik, hogy ezt 68 nyarán, augusztusában forgatta Jancsó Veszprémben, és bizony a forgatás közben egyik nap arra ébredtek, hogy ott a távolban tankok haladnak Szlovákia felé, tehát ennyiben majdhogy nem ott volt jelen szinte a prágai tavasznak az eseménye a film forgatásában. És hát még egy dolog, ami már lényegesebb, ez a filmben ugye szintén nagyon szépen látszik, hogy a filmnek az a fajta parabolikus nyelve, amit itt Jancsó alkalmaz, ez pedig az, hogy a nékoszosok tulajdonképpen táncban, mozgásban, összekapaszkodó, ugye ilyen különös koreográfiában kommunikálnak majdhogy nem azokkal a diákokkal, akiket igyekeznek meggyőzni, hogy az alaphelyzet szerint egy bencés rendi iskolát látogatnak meg, hogy agitálják őket. Tehát az a kommunikációs nyelv, amit itt használ Jancsó, amit használnak a nékoszosok, és ez persze történetileg is igaz, mert a nékosz mozgalomban erős volt az, hogy zene, tánc, ilyenfajta mozgások, annak megint csak van egyfajta 68-as diák mozgalmi jellege, tehát ahogy a 68-as mozgalmakban is, ahogy mondtam a bevezetőmben, ez a performativitás erőteljes volt, ez szerintem áthatja a filmet, és ugye azt is tudjuk, hogy 68 tavaszán még, tehát ennek a filmnek a forgatása előtt, Jancsó a Cannes-i Fesztiválon ott volt, ami egyébként félbeszakadt 68 miatt, és ugye ott mondták sokan, hogy a Csillagosok katonák versenyben volt, és nagy valószínűséggel díjat kapott volna, de hát félbeszakadt a fesztivál, és azután Párizsba ment, és látta, tehát, hogy tapasztalata volt arról, hogy ott mi is történik, tehát ez a tapasztalat, mintha beépült volna a fényes szelekbe. És akkor az agitátorokról, ami Magyar Dezsőnek a filmje, ezt a körülményt is gondolom, hogy sokan ismerik, ugye ez is azért ennek a korszaknak egy nagyon sajátos paradoxona, hogy ez a film a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára kiírt pályázatra készült. Bocsánat, csak itt a csetet közben megnéztem, de remélem, hogy mondhatom tovább. Szóval, hogy egy hivatalosan kiírt pályázatra nyújtották be a forgatókönyvet Magyar Dezsőjék, amit megnyertek, leforgathatták a filmet, és ezután pedig a filmet betiltották. Tehát egy elég ellentmondásos helyzetről van szó. A filmnek nagyon különös a státusa sok szempontból. Egyrészt a Balázs Béla stúdióban készült, ami hát azért egy inkább kísérleti alternatív műhelye a korszak filmgyártásának, ahol addig csak rövid filmek forogtak. Ez az első egész estés film, ami itt született, viszont betiltják. Aztán egy következő körülmény, hogy a film az hát szinte egy magához vonzotta a korabeli neoavangárd, másképp gondolkodó alkotókat, tehát nagyon sok olyan szereplője van a filmnek, amely ehhez a 68-as szellemiséghez akár kicsit politikai, akár művészi szempontból tartozott, tehát Magyar Dezső valahogy meg tudott teremteni egy olyan közeget, ahol ezek a figurák alkotó módon ott lehettek. Ugye a filmnek a társforgatókönyvírója Bódi Gábor, aki szerepel is a filmben, és ez az első fontos filmes munkája, aztán pedig hát elindul az ő önálló, nagyon jelentős karrierje. Szerepet alakít benne Dobai Péter, aki szintén ebben az időszakban gondolkodóként, alkotóként a BBS-ben és máshol is nagyon aktív volt, és hát szerepel a filmben, ugye ez volt sokak szerint a betiltás oka, ami az a baj, hogy ezeket ugye nehéz megkutatni, mert igazán hivatalos iratok erről nincsenek, de szerepelt benne Révai József fia,
Révai Gábor, aki ráadásul egy fontos szerepet alakított, és hát a hivatalos politika számára ez is egy kényes kérdés volt, hogy ezzel mit is kéne kezdeni. A film az adaptáció, ezt is talán ritkán szoktuk felidézni, már pedig az, és nagyon fontos a mű, amit adaptál, ez Sinkó Ervinnek az Optimisták című nagy regénye, de mondjuk azt azért eléggé átalakítja, tehát nem egy hagyományos adaptációról van szó, lényegében egy szálat emel ki belőle, és leginkább ugye itt a regényből éppen a Bódi Gábor által alakított Botos karaktere az igazán fontos. Most ami, tehát itt nem önmagában vagy általában erről a filmről szeretnék beszélni, hanem egy olyan forma megoldásáról, ami szerintem nagyon, nagyon különleges, nagyon izgalmas, és ez számomra arról is szól, hogy itt nem pusztán a témájában van egy úgymond forradalmi film, hanem a forma világában is van egy olyan újítás, amely radikálisan akár megújíthatta volna a magyar film nyelvét, vagy legalábbis egy irányzatot létrehozhatott volna. Ugye ez a film tehát a Tanácsköztársaságnak az úgynevezett elméleti csoportját állítja előtérben, tehát azokat a forradalmárokat, akik hát azzal szembesülnek, hogy itt a forradalmi elméletet gyakorlattá kell átültetni. Ugye egy Lukács Györgyről mintázott karakter is fontos szerepet kap a filmben. És megidéződnek a Tanácsköztársaság eseményei, ugye az agitátorok működése, a fegyveres harc a vége felé, majd a bukása és az elméleti csoport emigrációja, távozása, illetve hát van, akik pedig életüket vesztik, tehát áldozatai lesznek a Tanácsköztársaságnak. Tehát egy történelmi film. Viszont a filmnek megint csak a stílusa, a szcenírozása, az nagyon sok szempontból behozza a 68-as diákmozgalmaknak a hangulatát. Ez egy viszonylag rövid film, tehát alig több, mint egy óra, de rendkívül mozgalmas, rendkívül feszes, rendkívül lendületes, szinte állandóan, rendkívül sokat beszélnek benne, ugye magától értetődő, mert hogy az elméleti csoportról van szó, de szinte a minden egyes szöveg valahogy úgy hangzik el, hogy közben jönnek, mennek, ide rohannak, oda rohannak, tehát tele van dinamikával a film, és ez ad az egésznek megint csak egy ilyen erős performatív jelleget is, tehát hogy nem csak beszélnek a forradalmiság gondolatáról, hanem mintegy úgy élnek, vagy úgy mozognak ebben az állandó, felfokozott állapotban ezek a szereplők. Vannak ennél direktebb ilyen 68-as allúziók is. Ugye tekintetben a legérdekesebb az a karakter, akit a Földes László, alias Hobó alakít, aki egyrészt Rolling Stones rajongó, és be is jön Rolling Stones szám a filmben, meg egyszerűen úgy néz ki, tehát hajviselet, meg egyéb dolgok miatt, hát inkább egy 68-as fiatal diáknak a jellegét vagy karakterét ölti magára, miközben egyébként a film többé-kevésbé kosztümökben, például korhű, tehát ilyen értelemben megidézi a 19-es éveket. Most ami ezt a nyelv használatot illeti, és itt viszont lehet, hogy mégis megpróbálom megosztani a képernyőt, hogy egy részletet mutassak a filmből, mert igazán az, tehát hogyha látták is, most ezt jó lenne felidézni, mert ebben tudom megmutatni, hogy mit is talált ki Magyar Dezső, mi az, ami ennek a filmnek a nyelvét is úgymond forradalmivá teszi, nem csak a gondolatát, vagy nem csak azt, amiről itt szól, esik, és amit taglalnak a szereplők, hogy tehát a forradalmiság gondolata az amikor gyakorlatba ültetődik át, akkor mit is jelent. Mert hogy olyasmiről van szó, ami a filmnek a képi fogalmazás módjában létre tud hozni egy nagyon erőteljes absztrahálást, elvonatkoztatást, általánosítást, és ennek segítségével ez a film voltak éppen kilép abból, hogy a 19-es Tanácsköztársaság eseményeit idézi meg,
és egy elvontabb, általánosíthatóbb, kiterjesztettebb jelentést hoz létre. Hogyan teszi ezt? Nos, olyasmivel, ami ráadásul mostanra nagyon népszerű lett, rengeteg szakdolgozat szól például erről a jelenségről, ami ekkor még, ugye 69-ben, amikor ez a film elkészült, eléggé újszerű volt. Magyar Dezső ebben az Agitátorok című filmjében nagyon sok archív felvételt használ. Most az archívok használatának van egy konvencionálisabb része, e tekintetben nem újító a film. De mire jó az archív? Hát arra, hogy megidézze azt a korszakot, amit a film bemutat. 19-ről van szó, tehát 19-es archívokat épít be a film. Tudjuk azt, hogy ilyenek nagyon nagy számban állnak rendelkezésre, hogy a Tanácsköztársaság alatt is készültek heti filmhíradók, az úgynevezett vörös híradók, amik nagyon fontos vizuális dokumentumai ezeknek a napoknak. Tehát van miből gazdálkodni. Az archív az, szokták mondani kicsit, hogy a szegény ember történelmi filmje, tehát, hogy amit nem lehet megcsinálni, rekonstruálni a film számára, azt akkor megidézzük az archív felvételekkel. A film tehát ezt használja, és ez egy konvencionálisabb megoldás, bizonyos archív felvételek bevágásával illusztrálni, megjeleníteni a történelmi korszakot. Csak hogy a film nem pusztán ilyen értelmű archívokat használ, hanem adott esetben olyan, egyébként szintén archív, vagy talált felvételeket, ugye ez a found footage technika, ami aztán mostanra egy nagyon nagy karriert futott be, ugye vannak olyan filmek, amelyek kizárólag talált tekercsekből épülnek fel, egyetlen egy forgatott kép sincs. Szóval ezt a fajta technikát úgy is alkalmazza, hogy a bevágott archív az nem a történelmi korszakot illusztrálja, hanem tulajdonképpen valami fajta módon adott esetben egy nyelvi, a szövegben elhangzott szóképet adaptál, mondhatni, filmesít meg. És e tekintetben az Agitátorokban az is nagyon érdekes, hogy a rendező egy ilyen majdhogy nem így tanítja ezt a technikáját, tehát a film elején még konvencionálisabb módon használja, tehát ott még az archív rövid snittek bevágása az szorosan kapcsolódik a szöveghez, vagy szorosan kapcsolódik ahhoz a funkcióhoz, hogy egy történelmi korszakot illusztrálni kell. És aztán, ahogy megyünk előre a filmben, és jutunk el a befejező képsorokig, ott bekövetkezik az, hogy az archív használat már elszakad ezektől a hagyományos funkcióktól, és ott jön létre egy ilyen gondolati kitágítása a film voltak éppen itt tézisének, tehát a forradalmiság gondolatának, és ott jut el a film odáig, hogy már ne pusztán a 19-es tanácsköztársaságról, vagy annak a bukásáról, hanem a forradalmiság úgymond eszméjéről szóljon, és ezt egészen odáig vigye, hogy ez az eszme, ez éppen 68 körül, mondjuk a diáklázadásokban is megfogalmazódott, illetve azt a gondolatot fogalmazza meg, hogy a forradalmiság eszméje az örökérvényű, mindig él, és azzal szemben mindig van egyfajta elnyomás, és majdhogy nem a film egészen 69-ig terjedően a 20. század a mozgókép által dokumentált történelmi korszakokban szinte végig pásztázza azokat a történelmi eseményeket, amelyekben valahogy az elnyomás és a lázadás gondolata megjelenítődik. És ez az, amit pusztán ez a képi megoldás tud megvalósítani. Na, ehhez szeretnék részletet mutatni, és akkor most megpróbálom megosztani a képernyőmet, majd ott kérek egy visszajelzést, hogy vajon sikerül-e. Ja, csak hogy nem én vagyok a host, és akkor én ezt nem tudom megtenni. Hát... A host meg tudja neked engedni, ha hallja ezt most. Aha, köszönöm, Gábor, mert akkor esetleg, ha ez megoldható, ez jó lenne, mert ezt nehezen tudnám szavakban bemutatni. Tehát
Péter, ugye, aki hát nem biztos, hogy ezt most hallja. Péter a host. Igen. Péter, ha hallasz, mert akkor arra kérnélek, hogy add át nekem az engedélyt erre, de hát lehet, hogy nem hallja. Hogyha írok neki, megpróbálom felhívni, mert lehet, hogy nincs ott a képernyő. Igen, írtam neki egyébként a chatbe. Jaj, nagyon köszönöm. Köszönöm, ha segítetek ebben. Nekem a PPP-be be van építve ez a része, tehát azt próbálnám elindítani, és akkor azon a módon talán még azzal sincs gond, hogy ezt most ha rögzítitek és fölkerül Facebookra, mert ugye ott letiltja a Facebook így a részleteket, de hát ha ezen a módon nem. Úgy tűnik mindjárt a megtette, megosztotta vele. Igen. Igen, köszönöm szépen, akkor újra próbálom. Aha. És akkor most látjátok a... Igen, igen. Igen. Akkor elindítom, és az alatt nem fogok beszélni. Remélem, hogy a hang is átmegy. Még a legfontosabban átgondolt intézkedéseink is felröppennek, mint valami léghajó, amiben majdnem, hogy az ül, aki akar. Sőt, azt hoz magával, amit akar. És miután nem tudják, hogy pontosan merre is tartanak, tulajdonképpen még a menetirányt is megváltoztatják. Még jó, ha nem tudatosan változtatnak rajta. Igen. Azaz nem biztos, hogy ez a jobbik. Nem biztos. Azt hiszem, az a rosszabb, hogy maguk a munkások. Még a legkézenfekvőbb dolgok is. Minden a tiéd. Tiéd a gyár. Tiéd az iskola. Mit jelent ez neked? Menj le az utcára, és kérdezz ki alaposan az első 10 ember. Kíváncsi vagyok, 10 hányfélét értenek rajta. Tegnap jelentkeztek a belvárosi tánctanárok, hogy szocializáljuk őket. Nem szorít? Pont jó. A mi intézkedéseink túl könnyen életbe vettük, kevés ellenállásba ütköztek. Mintha észre se vették volna azok, akiknek a nevében hoztuk őket. A katasztrófa ugyanakkor az, hogy mi is szinte ártatlanok vagyunk a győzelmünkben. Követeltük a proletár diktatúrát. Nem mondhattuk, hogy még nem kell. Egyébként nem igaz. Mi? A körülmények és a tömegek érettek voltak arra, hogy életbe léptessük intézkedéseinket. Cselekednünk kellett, és most már ehhez mérten kell cselekednünk. Nekünk kell kívülről közéjük vinni saját etikájuk fogalmait. Meg kell értetnünk azt a paradoxont, hogy a köztulajdon nem a feléléstől, hanem a munkájuktól lesz igazán az övék. Csak a harc semmisítheti meg a harcot. És a terror teremtheti meg azt a világot, amelyben a szeretet realitásává. Nem jött? Nos, akkor látható volt és hallható volt, ugye a részlet? Igen. Jó, köszönöm. Szóval talán sok minden illusztrált ez a részlet, amiről próbálok beszélni. Egyrészt önmagában véve azt is, hogy ugye van egyfajta lendülete a filmnek. Ott egy szobában beszélgetnek ugyan, de ott is mindenféle egyéb dolog történik, aztán elindulnak, mennek. Láthattuk egyébként éppen Révai Gábort, meg Bódi Gábort egy-egy karakterként. És hát ott vannak ezek a bevágott rövid archív snittek. Ugye az első, amit láttunk, ez a léghajó dolog, ez lényegében már ezt a különös nyelvi elvonatkoztatást készíti elő, hiszen egy szóképhez kapcsolódik a léghajónak a képe. Tehát mondja a szereplő a
mondatában idézi ezt a gondolatot, hogy mint a léghajók, és ehhez kapcsolódóan ezt illusztrálandó megjelenik egy archív felvétel egy léghajóról, majd aztán annak a léghajónak a pusztulása, a zuhanása. Körülbelül abban a korszakban, tehát a 10-es évekből való ez az archív, de hát azért az ugyebár nem a Tanácsköztársaságot illusztrálja, tehát nem egy történelmi illusztrációként, hanem lényegében egy szókép mondhatni illusztrációjaként van jelen. Az azt követő részletekben ott pedig lényegében egy hagyományosabb módon láthatjuk az archív használatot, nevezetesen valóban a Tanácsköztársaság bizonyos dokumentumfelvételeit látjuk, különböző politikusoknak a beszédét, tehát lényegében az agitációnak, vagy az agitátor tevékenységnek valami fajta montázsát, azzal a néhány snittel, ahogy megidéződnek ezek a figurák. Ez tehát többé-kevésbé az a fajta konvenció, hogy egy történelmi film a korabeli felvételeket miképpen építheti be a maga világába illusztrációként. Annyit azért itt is érdemes talán hozzátenni, hogy az is azért érzékelhető, hogy mégis ez az archív használat nem teljesen konvencionális, mert hogy elég rövidek ezek a snittek, ezek a bevágások. Tehát nem az a fajta archív használat, hogy megállítom akkor az elbeszélést, és lényegében egy hosszabb részlet erejéig átadom mintegy a képet a múltnak, és akkor az a múltot megmutatja önmagát, hanem rövid snittek, amelyek a néző számára kevéssé teszik lehetővé azt, hogy történelmileg, vagy akár történetileg pontosan berakja ezeknek az archívoknak a jelentését az elbeszélésbe, a diegetikus világba, hogy akkor ennek itt mi a helye. Tehát ugye én ebben is már itt is egy picit érzem azt, hogy inkább ilyen képzettársítás, tehát vagy fajta asszociáció arra, amiről beszélnek, de kétségtelenül, hogy nem lép ki a filmnek a történelmi világából ez az archív használat. Ez az, amivel, és ez a filmnek az első néhány percéből kivett jelenet, amelyben majdhogy nem azt lehet mondani, hogy Magyar Dezső is tanítja ennek az archív használatnak, vagy ennek a fajta elvontabb jelentésnek a működési módját. És hogyha most egy másik részletet mutatok, ez viszont a film végéről származik, már hosszabb részlet lesz, és akkor ezt szeretném még levetíteni, amelyben jól látható, hogy az archív használat már kilép abból a fogalmi keretből, hogy a 19-es Tanácsköztársaságot idézze fel, hanem ott már megnyílik az archív felvételeknek a tartalmi határa, mint egy lebomlik, és egészen a voltak éppen korabeli jelenik, tehát 68-as diákmozgalmaki, de külön, tehát kontinenseken és történelmi korszakokon ide-oda haladva idéződnek meg, még egyszer egyfelől a lázadásnak, illetve az elnyomásnak a képei. És itt már hát elég egyértelmű, hogy már nem a 19-ről és a Tanácsköztársaságról van szó, hanem valamilyen módon a forradalmiság, illetve az elnyomás eszméjéről, amely a 20. századot végig kísérte. Úgyhogy akkor ezt is nézzük meg. Indítom. Mire gondol? Van mire gondolnom, nem? Van persze, de figyelje csak. A proletár forradalmak ellenben folytonosan bírálják önmagukat, menetük folyton megszakad, visszatérnek ahhoz, amit látszólag már elvégeztek, megint előről kezdjék, kegyetlenül és alaposan kigúnyolják első kísérleteik részegségét. Úgy látszik, hogy ellenfelüket csak azért teperik le, hogy az új erőt szívjon a földből, s még hatalmasabban támadjon ellenük. Mindig újra visszariadnak saját céljaik meghatározatlan nagyságától, míg végül kialakul egy olyan helyzet, amely minden visszatérést lehetetlenné tesz, s a viszonyok maguk kiáltják, kik Rhodus, kik Szálta. Nos, ezeket szerettem volna megmutatni, és akkor, ha sikerül,
megállítottam a képernyő megosztást. Szóval ebben a részletben és apróságok is azért izgalmasak, csak úgy mellékszáll, hogy itt lehetett látni ott az ablaknál álló figura, ugye ő Dobai Péter, aki az egyik szereplője a filmnek, aki pedig olvasta föl ezt a szöveget, ugye ő volna a Lukács karakteréhez közeli figura. Tehát itt is azért volt egy olyan filmnyelvi eljárás, amely picit jelezte, hogy egy szokatlanabb dolgot fogunk látni, hallani. Ugye elkezdődik ez a felolvasás, tehát az még az annak a jelenetnek a részlete, hogy ahogy a könyvből felolvas egy részletet a szereplő, és aztán ez átúszik egy másik hangba, és tulajdonképpen a szereplői narráció egy külső narrátor szövegé válik, és képileg is először ugye az ablakon kitekintő kép, tehát a vonatból elsuhanó tájképei, és aztán ez az, ami egyszer csak átvált, és megjelennek archív felvételek, és ezek az archívok már nem 19-hez és nem a Tanácsköztársasághoz kötődnek feltétlenül, hanem nem kell feltétlenül talán azonosítani őket, ez tényleg inkább attól függ, hogy ki mennyire jártas ebben, de azt gondolom, hogy nem ezen múlik a dolog jelentése, hanem egyszerűen azon a gesztuson, hogy ez már tehát nem történelmi illusztrációja a 19-nek, hanem egy gondolatnak, egy elvont gondolatnak az illusztrációja, mondhatni, amelyik tehát kitágítja ezt az egész problematikát, amit itt 19 kapcsán a film felvet, és a 20. századra, illetve a forradalmiság és az elnyomás gondolatára vonatkoztatja. És ez az archív használat segítségével történik, olyan archívképek használatával, amelyek tehát csak ebben az absztrakt kapcsolatban hozhatók összefüggésbe magával a konkrét történettel. Tehát lényegében itt egy ilyenfajta jelentéstágításról van szó. Én úgy gondolom, hogy ennek köze van, és ez is egy izgalmas dolog lehet, ahhoz a fajta montázs elvhez, ami éppen egyébként a szovjet forradalmi montásfilmekben születik meg, tehát hogy ugye két kép viszonyából megszületik egy olyan elvont jelentés, amelyet egyik kép sem tartalmaz, csak kettőnek az összefüggése. Itt annyiban más, hogy ez egy tágasabb, egy ilyen szekvenciális gondolkodásban jelenik már meg, tehát nem két kép, hanem több kép sorozatában fogalmazódik meg ez a fajta montázs elv, ami a 20-as évek szovjet avantgárd filmjében még két kép egymáshoz illesztésében született meg. Egyébként ebben az értelemben ez a 69-ben forgatott film szorosan kapcsolódik az akkori filmelméleti gondolkodáshoz, tehát a strukturalizmushoz egyfelől, a szemiotikához másfelől, ahhoz a gondolatmenethez, amely a film nyelvét, amennyiben ez nyelvnek tekinthető, hosszabb, tágasabb, úgynevezett szekvenciákban vizsgálta, és azoknak a működési módját írta le. Ebben egyébként éppen Bódi Gábor nagyon, hogy mondjam, tanulta magát, ezt is, az is közismert, hogy az ő filmes érdeklődésében nagy szerepet játszott, még a bölcsészkaron egy Zsilka János nevű nyelvész professzor, és az ő nyelvészeti tanulmányaiból Bódi is létrehozott lényegében egy film szemiotikát, sok olyan dolgozata van, amely ilyen módon elemez filmeket, például a Huszárik féle elégiát elemzi ezzel a strukturalista módszerrel, és hogy ne menjünk messzire, Magyar Dezsőnek a következő filmjét, a Büntető expedíciót, szintén Bódi egyébként a szakdolgozatát erről a filmről írta, egy ilyen strukturalista analízisnek veti alá. És ha már szóba hoztam, és még talán van egy kis időm, akkor még erre hadd térjek ki, hogy Magyar Dezső részéről ez a fajta filmnyelvi gondolkodásmód, ez azért nem úgy tűnik nem volt véletlen, ezt nagyon következetesen képviselte. Ugye még egy filmet forgatott ő Magyarországon, az agitátorokat betiltották, és ezután szintén a Balázs Béla stúdióban elindított egy filmtervet, amit ekkor már Dobai Péterrel írt, tehát nem Bódi Gáborral. Ez egy 6 részből álló film lett volna, 6 brandenburgi verseny címmel. A forgatókönyvet a Dobai publikálta is, tehát ez elolvasható az Archaikus Torzó című kötetében, de ebből csak az egyiket, a harmadik részt tudták leforgatni, és ez lesz a Büntető expedíció című
40 perces, 38 perces rövid film. Ezt a filmet nem tiltották be, de Magyar Dezső egy-két év múlva úgy döntött, hogy tehát nem tudja itt megvalósítani az elképzeléseit, úgyhogy elhagyta az országot, ahogy akkor mondták, disszidált, és ennek következtében nyilván ezt a filmjét sem vetítették, és Magyar Dezső aztán külföldön forgatott filmeket Amerikában, illetve Kanadában, és tanít, tehát inkább a tanári pályára koncentrált, és talán ma is aktív. 80-as évek vége táján akkor jött először haza, akkor készültek vele interjúk. Na most a büntető expedíció, abból nem hoztam részletet, de gondolom azt is sokan láttátok. Most abban a filmben ez, amit itt az agitátorok végén látunk, már abszolút előtérbe kerül, vagyis ott egy szinte, majdhogy nem mondhatni, egy ürügy jellegű története van a filmnek, ha ez egyáltalán egy történet, de van ilyen. Ugye az egy alaphelyzete a büntető expedíciónak, hogy az első világháború előtti években a délvidéken egy császári katonát, egy délvidéki merénylő meggyilkol. És ennek az eseménynek a megtorlására elindul egy büntető expedíció. És lényegében a film ennek a katonai menetnek a vonulását mutatja be, majd megérkezik ebbe a délvidéki faluba a menet, ott van náluk egy túsz, illetve ott velük szembeszegül egy ilyen forradalmár lázadó, ez már egy nagyon allegorikus figura, őt likvidálják, majd felgyújtják a falut, és így módon megtorolják ezt a tettet. Tehát ennek van egy ilyen nagyon-nagyon vázlatos története, ami egyébként történelmileg is hiteles, tehát hogy korrekt módon idézi fel ezeket az eseményeket. Viszont magának az expedíciónak a bemutatásában ott már nincsenek karakterek, tehát látjuk a tiszteket, látjuk a közkatonákat, de igazán nem személyesítődnek ők meg, hanem maga a vonulás, tehát maga ez a esemény, ez azért eléggé elvonatkoztatottá válik. És ebbe ágyazódnak bele, ebben a filmben már szinte végigkísérik az egész struktúráját a filmnek az archív felvételek. És ezek az archívok, ezek nagyon-nagyon lazán kapcsolódnak ehhez a büntető menethez. Eleinte a korszakot idézik, eleinte azért ott van, hogy tízes évek, olyan jellegű képeket látunk, figurákat, akik annak az a korszaknak úgymond a szereplői, de például már ezeket a képeket nagyon nehéz kötni valamihez, hogy most ez a büntető expedíció tagjainak a képzetei, az emlékképei, vagy a tudati képei, ezek volnának a konvencionális megoldások, de ez az, amit a film nem igazán, nem így működte. Hanem majdhogy nem mondhatnám idézőjelbe téve, hogy a filmnek az emlékezete, vagy a filmnek a gondolata fogalmazódik meg. És akkor, amikor megyünk a történet vége felé, és főleg a legutolsó szekvenciában, ahol az a megtorló akció lezajlik, ott már ezek az archívok, ugyanúgy, mint itt az agitátorok végén, ahogy láttuk, egymás után sorjáznak, de sokkal bővebben a 20. századnak megint csak a lázadásai, illetve a megtorlásai. De abban háborús képek, vészkorszak, koncentrációs tábor, vagy éppen a távol-keleti, nem tudom, buddhista papok önégetése, tehát a legkülönbözőbb ilyenfajta képi emlékek jelenítődnek meg, amelyek tehát kiterjesztik, kitágítják ennek a nagyon vázlatos történetnek, amit a büntető expedíció elmond ezzel a tízes évekbeli megtorló akcióról, a jelentését kitágítják tehát az egész 20. századra. És itt még inkább ezzel a nyelvi eljárással, hogy olyan archívokat illesztenek bele a konkrét történetbe, a diegetikus világába, amelyeknek közvetlen diegetikus kapcsolatuk nincs. Tehát nem a történethez kötődnek, hanem egy gondolathoz, egy elvont gondolathoz kötődnek. Ez a film
rövid film, tehát hogy ugye itt az elbeszélést lehetett lazábban kezelni, tehát egy egész estés játékfilmnél talán ennyire radikálisan nem lehetett tőle ellépni, de éppen mint ilyen, ezt az elvonatkoztatást sokkal erőteljesebben tudja megvalósítani, úgyhogy ez a film ez tovább építette ezt a fajta gondolatiságot. Úgy szoktam ezt a diákoknak tanítani, vagy úgy próbálom érzékelhetővé tenni azt, amit Magyar Dezső csinál a film nyelvével, hogy ez lehet, hogy kicsit ilyen blikfangos megfogalmazás, de hogy addig, ameddig azok a konvencionálisabb filmek, amelyek például a 68 körüli reformokról szóltak, és nagyon direkt módon a reform gondolatot jelenítették meg, azok egy modernista film műfajjal szinte azonosíthatók, amik tehát a modern filmben létező dolgok, és ezt a magyar film is megközelítette, hogy úgynevezett filmesszék voltak, tehát olyan módon jelenítettek meg közvetlenül társadalmi gondolatokat, amelyek szinte egy esszének az elvonatkoztatását jelenítették meg a történet keretén belül. Amit itt látunk a Magyar Dezsőnél, ott pedig azt szoktam mondani, hogy itt már a forma esszéizálódik, tehát hogy nem pusztán tárgyában, tartalmában jelenítődnek meg esszéisztikus gondolatok a filmben, hanem ez a bizonyos elvont forma az archívhasználatnak ez az alkalmazása, ez magát a film nyelvét teszi képessé arra, hogy egy elvont esszéisztikus gondolatot fogalmazzon meg. És ez egy számomra azért egyfajta minőségi ugrás ahhoz a hagyományosabb eszéformához képest, amely inkább úgymond voltak éppen tartalmi módon fogalmazza meg az esszéisztikus gondolatokat. Itt ez formailag is megvalósul, úgyhogy ez ilyen értelemben a Magyar Dezső féle változat az európai modernizmushoz is nagyon szorosan kötődik, és annak egy, én úgy gondolom, hogy egy igen eredeti, újító aspektusát tudja megvalósítani. Ezek lehet, hogy nagy szavak, de ugye szoktuk mondani, hogy az európai modernizmusban a Jancsóféle parabolák voltak azok, amelyek alakító módon hozzátettek valamit az európai modern filmművészethez. A többi magyar újhullámos rendező az inkább követett bizonyos mintákat, és abban gondolkodott, tehát hogy van, aki a Truffaut-féle újhullámos stílust, van, aki az Antonioni-féle modernista stílust, de hogy Jancsó az, aki újító, formaújítója a modernizmusnak, és hát azt gondolom, hogy ilyen értelemben Magyar Dezső is annak tekinthető, csak hogy az ő újítása az nem vált igazán láthatóvá, nem csinált áttörést. Tehát, hogy ez egy nagyon bizonyos szempontból azt is lehet mondani, hogy egy nagyon szerencsétlen, igazságtalan helyzet, ami vele történt. Meg hát bizony az is tény, hogy amikor emigrált és külföldön forgatott filmeket, azok hát bizony meg sem közelítik ennek a két, vagy inkább úgymond másfél magyar filmnek a jellegét, tehát hogy nem tudta igazán ezt a forma ötletét kibontani. És ezért is tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert gondolkozzunk, mert hogy elég méltánytalan, hogy ezt a szerintem nagyon-nagyon eredeti dolgot kevéssé vesszük figyelembe. Ha beszélünk is az agitátorokról, vagy a büntető expedícióról, nyilván sok egyéb szempontból is lehet elemezni a filmet, de talán ezt a nyelv újító működési módot, ahogy az archív használattal dolgozik a film, ezt ritkában szoktuk emlegetni. No, hát én körülbelül ennyit szerettem volna mindenről elmondani. Remélem, hogy oly módon, hogy ebben talán volt valami olyan felvetés, ami érdekes, vagy akár vitatható. Nem tudom, én bevallom, hogy hallgatóként ezeken az eseményeken eddig nem nagyon tudtam részt venni, hogy ilyenkor itt mi a szokás, tehát tudunk erről beszélgetni, vagy bármi ami hozzátartozik ennek a formának a menetéhez, úgyhogy
Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várom esetleg a kommentárokat, vagy a kérdéseket, vagy hozzászólásokat. Ha még itt van valaki, de lehet, hogy már... Igen, szerintem itt vagyunk. No, hát nem tudom, hogy... Nem tudom kérdésként, én nem kérdést teszek fel, csak én azért is csatlakoztam rá erre az előadásra, mert részt vettem annak idején a Petőfi 73 forgatásában, és nagyon sokszor eszembe jut mostanában, hogy a 60-as évek végén én ugyanezt a szabadságot éltem át, amit most a fiatalok átélnek, ott Pápán egy hónap alatt, és eléggé hihetetlen volt számomra, hogy ebben a világban meg lehet élni egy ilyen ennyire önfelett, korlátlan, tulajdonképpen, hogy mondjam, kicsit agresszív szabadságot, agresszívet a környéken lakókkal szemben, mert be voltunk zárva a gimnázium udvarára tulajdonképpen, és csak néha rajzottunk ki a városba. És szerintem ez nagyon, nagyon fontos volt akkor, ez a film. Szerintem, bár sokszor vetítik, de nem igazán tudatosítják ennek az akkori jelentőségét. Úgyhogy nekem ez. Illetve még a Gazdag Gyuszinak volt egy filmje, Gazdagnak? Nem, a Gazdagnak, a Gyakorlatok, Szomjasnak. Igen, igen, így van. A Szomjasnak, azt néztem, hogy nincs benne a Balázs Bélás archívumban, igen. És az is tanulságos, ugye ott Egerváron gyűltünk össze, hogy a chilei választásokat hallgatva különböző színházi szituációkat hozzunk létre Pál István vezetésével, és hát az is tulajdonképpen egy ilyen furcsa filmnyelvi kísérlet volt, bár ugyanaz volt a struktúrája, mint mondjuk a Petőfi 73-nak, tehát hogy beszélgetések, kontrajátékok. Úgyhogy nem, nagyon izgalmas volt, amit meséltél nekem azért, mert én jelen idejűen, de itt a hölgyeket nem akarom megbántani, de talán az urak akkor már éltek, és akkor ők átélték, vagy átélhették ezeket a dolgokat, beleértve a 68-as csehországi bevonulást is. Hát engem nem bántott ezzel a korélménnyel, mert én vágója voltam a büntető expedíciónak. Úgyhogy azért is közel... zavarba jöttem, amikor a hajnat megláttam itt, de akkor viszont nagyon örülnék annak, hogyha erről mondana valamit, hogy hogyan alakult ki ez. Meg hogy nem tudom, vannak olyan, ezek lehet, hogy pletykák, hogy voltak olyan hangok, amelyek például azt javasolták a Magyar Dezsőnek, hogy nagyszerű ez a film, csak az archívokat ki kéne vágni belőle. Tehát, hogy volt egy értetlenkedés ez ügyben talán. Ez abszolút igaz, amit mond róla, de ebben a Dezső tántoríthatatlan volt. Ha azt mondom, hogy ennek a filmnek a film vágásának a 70%-át azt tette ki, hogy milyen mennyiségű archívumot néztünk, és tulajdonképpen a film felépítése egy kicsit a köré csoportosult, hogy mit tudott használni, mihez, kvázi, ahogy mondta, esztétikus hozzácsatolásként, tehát ez borzasztó nagyban befolyásolta a filmnek a sorsát. A Dezsőnél szabadabb gondolkodású filmes alkotót nagyon keveset láttam az élet során. Szóval egyszerűen ő annyira szabadon gondolkodott, és annyira nem hagyta magát ezekről az utakról eltántorítani. Valószínűleg részben ez is az oka annak, hogy aztán elment. Mi nem jártunk jól, sőt, amennyire tudom, ő se. De ez egy...
ez egy másik kérdés. Az élete második felére talán megtalált valami keveset azzal, hogy tanár lett Kanadában, azt hiszem egy filmes iskolában, annak lett az igazgatója, de igazán boldoggá azt se tette. Ezek voltak az utolsó idézőjelbe vett boldog pillanatai. Uh-huh. És tényleg rettenetesen szabadon kezelt minden anyagot. És az agitátorokban abban nem dolgoztam, de a büntető expedíció az az életem egyik nagyon meghatározó és nagy élmény számba menő munkája volt. Persze akkor mindannyian sokkal fiatalabbak voltunk, és úgy éreztük, hogy na és most aztán megváltjuk, az biztos, de ezzel a formanyelven egyébként valóban váltottunk is. Uh-huh. Hadd idézzek még a büntető expedícióból egy olyan részletet, ami nem az archív használat miatt fontos a vágás szempontjából, mert ugye én most ebből a szempontból elemeztem a filmet, de ott van például egy jelenet, amikor, és Hajnal biztos fel tudja ezt most idézni, amikor a büntető expedíció összetalálkozik egy vallásos processzióval, és szinte így egymásnak mennek, úgymond. Na, annak például a dinamikája olyan vágási struktúrában van megmutatva, ami egészen elképesztő, és ott, ha jól sejtem és jól mondom, ilyen néhány kockányi snittekből rakták össze, tehát rendkívül gyors annak a bemutatása, és ettől egy ilyen hihetetlen dinamikát kap. Ez egyszerűen ez az esemény, hogy ez a két menet így egymás mellett elmegy voltak éppen. Ott tanultam meg, egyébként abszolút párkockások, és tulajdonképpen úgy van, hogy ugye abban maradtunk, vagy úgy beszélünk a vágásról, hogy 6 kocka alatt nagyon nehezen apercipiálható bármi, és itt voltak benne 3 kockák is. De valami egészen elképesztő, ami külön plusz munka, ugye, hogy akkor még negatívról dolgoztunk, és hogy meg kellett tudjuk írni a negatív vágónak, hogy ez a 3 kocka, ez a 2 lábszám között hová esik a lábszám, ami a filmszalagon az öntvényként használható, tehát a negatív vágó e szerint dolgozik. De 3 kockánál próbáltunk egyébként még 2 kockát is, de az abszolút nem jött be, és általában 3-4 kockásak ezek a bevágások. Mindent megpróbált a Dezső, tehát azért mondom, hogy ő azt az utat választotta, hogy nincs lehetetlen, és amíg az nem derült ki az ő számára is, vagy a miénkre is, hogy a 2 kocka nem, addig elment a legvégsőkig a próbálkozásba, de persze akkor fiatalok voltunk, és vidáman minden próbálkozásnak helyt adtunk mindenki az alkotók közül. Jó volt. Sose gondoltam volna, hogy később ez majd a életutamnak egy kvázi kiemelt darabja lesz, miközben végig azt gondoltam, hogy az Abigail lesz a kiemelkedő darabja, mert az, hogy az egyetemen a gyerekek, amikor megtudják, hogy ja, és te vagy a Selő, és te vágtad az Abigailt, na akkor szerzek magamnak valamit, mert persze csak idézőjelben mondom, de így volt, hogy a Dezsőnek a filmje az végül az én életutamban egy nagyon fontos állomássá vált. Köszönöm szépen. Talán az operatőrökében is, ugye az agitátorokat Koltai Lajos, a büntetőexpedíciót Ragály Jelemér fényképezte, és ez nekik is úgy viszonylag korai munkáik, ha nem is az első, de és ők is azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen dolgoztak ebben. Igen, a Lajos szerintem itt tette le az első kézjegyét. Így van. Így van, a Ragály meg már a büntető expedícióban is a kézikamera. Tehát ott már ott az nagyon... Azért, ő már akkor nem, ebben az értelemben nem szűzen érkezett a stábba. Igen, igen. Köszönöm szépen. Mi is. Nem tudom, hogy van-e bárki másnak valami megjegyzése, vagy hozzátétele.
A Petőfi 73, ami szóba került, azt én is nagyon szeretem, én a saját óráimon tanítani szoktam, föladom, mert hogy egészen különös korszerű nyelven beszél az a film ezzel, hogy ezt a 68-as happening formát tulajdonképpen beépíti, meg hát ha jól sejtem, akkor ott ugye valami olyan forgatási gyakorlat volt, hogy tényleg a közreműködő fiatal gimnazisták azok a saját gondolataikat is hozzátették. Tehát voltak olyan snittek, jelenetek, amikor arról vitatkoztak a korabeli aktív gimnazista diákok, hogy amit eljátszanak a 48-as forradalomban, hogy azzal ők mennyire azonosulnak. És én ebben a filmben már látom azt a kis keserűséget, szkepszist, hogy a mai generáció számára mit jelent a 68-as lázadás. És ugye van egy ilyen sokat idézett jelenet a filmből, ami arról szól, hogy lényegében a mostani generációnak a lázadás az a menzáig terjed. Ugye van egy menza lázadás, hogy nem elégedettek a kajával, és ebben van egy azért egy ilyen számomra erős megfogalmazás annak, hogy hát, hogy igen, ez a nemzedék és a forradalmi gondolat, meg a 48, vagy hát akár nem feltétlenül 48, hanem akár az 56 vagy 68 forradalmiság, amit jelentett. Úgyhogy ebben a filmben már ezt a 68 utáni lehangoltságot is, mint hogyha érezni lehetne. Hát talán érezni lehetett. Ugye azért eléggé kötött szöveg volt a Kardos István, aki megírta a könyvet, azért ő egy elég komoly keretet adott a dolognak. Ugye pont itt a robbanás után az én feladatom volt elemezni ezt a helyzetet, tehát hogy nekem egy forradal már ne zabáljon, vagy ha nagyon éhes egyen gyökeret, cipőtalpat, vagy a ruháját, így aki a pocsolyákat. Tehát ezek voltak az ominózus mondatok, ez úgy megmaradt az emberben. És szóval ezt akkor mi szerintem eddig a mélységig nem gondoltuk végig, és úgy nagyon megmosolyogtató, mert ebből a nézőpontból figyelve azért ott tele volt ez naivitással. Uh-huh. Úgyhogy már mint mi 18-19 évesek éreztük, hoztuk létre ezt a naivitást itt a... És azért ott a 68 szelleme azért ott volt itt Herbert Marcuse-val és egyebekkel, tehát azért így léteztünk mi ott. Az nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen 20 évesek voltak a Kardosék is, tehát a rendező és hát a Kende, aki az operatőr volt, ő is talán akkor mennyi volt, 28? Valahogy így, és a másodoperatőr, a Koltai Sutyi volt, de egy-két ilyen buli jelenetre ő be volt hívva. Uh-huh. Úgyhogy Jeles Andris, mint másodasszisztens. Uh-huh. Úgyhogy, de nagyon nagy élmény volt szerintem annak a korosztálynak mindenképpen. Uh-huh. Igen, ez érződik a filmen, úgyhogy nagyon-nagyon eleven maradt, szerintem is. Csak kicsit azt szoktam mondani, hogy szomorú, mert látszik, hogy mennyit változtunk azóta. És ez mindig, szóval van egy dokumentum, hogy néztünk ki akkor, és van egy dokumentum, hogy nézünk ki most. Tehát azért ez egy kicsit... különbséget jelent, és mindig, amikor itt a fiatalokra nézek, akkor nagyon sokszor eszembe jut ez, hogy mi lesz velük 20 év múlva, vagy 40, vagy nem tudom mennyi, 72, hát az most már annál is több. Igen. Köszönöm. Ezt képest érdekes az, csak az a jutott eszembe, hogy emlékeztek arra, hogy pár hete egy csapat fiatal fölmászott a Vas utcába oda a platóra vagy a tetőre, és kiakasztották, hogy itt nem lesz 1968. Igen, tényleg. Uh-huh. Szóval, hogy jó, hát ez egy jól körülhatárolható csoport, de mégis valahogy nekem az teljesen, és
tudjuk, hogy kik ők, és nem volt különösen meglepő, de valahol mégis teljesen elképesztőnek tartottam, hogy ez a mondat, ez 20 éves gyerekek akasztják ki, vagy fiatalok akasztják ki másik 20 éves fiataloknak a, hogy mondjam, az egyetem fogása közben, vagy ellenében, és hogy ez hogy néz ki. Mindegy, hát ez csak a kép szerintem most nagyon ide tartozott, vagy ide kívánkozik. Hogy ezek az emberek, ezek a fiatal emberek vajon hogyan képzelik el a saját jövőjüket, vagy életüket. Iván, mit jelent az, hogy tudjuk, mi kik ők? Mert én nem tudom. Hát ők ez a nagyon jobboldali csoportosulás, akik egy ilyen nagyon vállaltan, tulajdonképpen ez az új jobboldali trendhez kapcsolódnak, amiben ugye annak idején, amikor a Trumpot megválasztották Amerikában, akkor sokan furcsálták, hogy nagyon sok fiatal is szavazott a Trumpra, és hogy van egy ilyen, hát ez az alt-right mozgalom, akik tulajdonképpen egy ilyen újfajta, nagyon jobboldali, nagyon konzervatív és fiataloktól jövő. Tehát ez a, hogyan tegyük a jobboldali gondolatot. Ezt értem, de hogy az egyetemben ez mennyire hangsúlyos. Ők nem a mi egyetemünkről jöttek. De nem mindenvalók, mert hát fölmászta kívülről. Mert ezért nem értettem a dolgot, akkor félreértettem. Ők nagyon egyszerűen másztak ki és tették föl. Sokkal ezt egyszerűbben oldották meg, hoztak egy létrát, azt neki döntötték ott annak az MLV-nek, ahol szoktuk volt örtálni. Fölmásztak. Egyébként azt hiszem, akkor elősulva, hogy azt mondta valahogy, megtévesztették a mi hallgatóinkat, mert azt mondták, hogy free SFE, vagy éljen az SFE, vagy valami ilyesmit. Sárga maszkban. Nem, bocs, szeretem. Sárga maszkban volt. Igen, a maszkot. Mégis azt felvették, hogy a maszkot maguk előtt tartva hogyan vonulnak az utcán, és azt lehet. Nagyon érdekes különben ez a jelenség. Igen, Molnár Ferenc megnyalta volna mind a 10 ujját, ez teljesen Pál utcai fiúk, tehát hogy a grund, tehát ők álcázták magukat Pál utcainak, rohantak oda, majd lekapták a maszkot, kiderült az ő igazi létük, és kiakasztották ezt a molinót, és ilyen füstbombákat eregettek. És megvan ez örökítve a hallgatók által? Nagyon jó, ezt meg kell. Kiakasztották ezt a hatalmas molinót, amire ez volt, hogy itt nem lesz 1965. Jó, hogy nem azt írták ki, hogy itt fű nem terem, de... ez már rendkívül érdekes a korunkra. Igen. És vajon ők mennyit tudnak 68-ról? Ezért érdekes, szóval, hogy nem egy zsigeri élmény, csak valami... Ezek egyetemisták, szóval ők nem... Csak nem, igen. Szerintem hát ők tudnak, tehát ugye nem hiszem, hogy ők tudatlanságból... Ez nem az a réteg, ezek abszolút tanult egyetemisták szerintem. Na mindegy, ez csak úgy eszembe jutott. Nagyon jó. Meg a mostani politikai vezetésnek ugye nagyon éles az a verziója 68-al kapcsolatban, tehát ezt nagyon nyilvánvalóvá tették. Az 50. évfordulón is nem volt semmi, vagy inkább negatívumok. Tehát nyilván azt a hangot szólaltatták meg. Igen. Éva, betettem a chatbe a linket, és megtalálod majd ezt a felvételt is. Oké, köszi. Jaj, köszönöm, én is megnézem akkor majd. Nekem átadta a Péter, mert neki el kellett mennie, illetve csak mobilról tudja ezt csinálni, vagy követni, úgyhogy nem tudom, hogy nekem van-e valami feladatom esetleg ennek a mostaninak a lezárásával. Ha Péter itt vagy, akkor esetleg szólj hozzá.
Szerint, lehet hallani? Szerintem nincs dolgod, hogyha a végére értünk, akkor... Akkor a végére értünk. Akkor csak nagyon-nagyon megköszönjük. Akkor megköszönjük. Nagyon megköszönjük. Nagyon jó volt. Nagyon köszönjük. És mindannyiatoknak, akik hozzászóltatok, mert én ott abból is egy csomó érdekeset megismeretlen tudtam. Igen. Köszönöm. Ilyenkor az ember zavarban van, hogy azt kell mondania, hogy várunk vissza, mert ez mégiscsak egy strike Zoom, vagy strike TV, és nem a jó kedvünkből csináljuk, de mégiscsak azt mondom, hogy nagyon szívesen veszük, ha még valamikor betársulsz hozzánk, Gábor. Oké. Okay. Köszönjük. Én is nagyon köszönöm. Én is nagyon szívesen venném, és ilyet csinálhatunk békeidőben is. Igen. Végül is igen. Igen. Sziasztok. Köszönjük. Köszönöm. Szervusztok. 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 Sziasztok.